lépés, amikor már nem ragasztunk, akkor el kell gondolni, hogy tényleg ha dobálunk, vagy inkább okosan összefogunk, és nem börtönbe megyünk, hanem leváltjuk itt. Köszönöm a szót. Köszönjük! Hát ez a bank sem menekül! Jóval is szerződésekből, és most megmutatjuk nekik, hogy mire tartjuk őket. Semmire hazug, kutya, haszonlesők, akik kifosztják a magyar társadalmat, tönkretették a magyar. Nincs rájuk szükségünk tovább. Felszólítjuk miniszterelnökünket, Orbán Viktort, hogy még a mai napon rendelje el a kilakoltatások és végrehajtások megállítását, és tegyenek intézkedést annak érdekében, hogy valós törvényes megoldás jöjjön létre az uzsora hitelek megszüntetésével kapcsolatosan. Elég volt a bankok kifosztásából. Nem tűrjük tovább, hogy magyar állampolgár társainkat még a mai napon is az utcára rakják, a közjegyzők és a végrehajtók pedig már mindenki tudja, hogy a bankok követelése jogtalan, uzsora, becsapták az embereket, de hogy még az embereket becsapták, a magyar pénzügyi szakembereket is becsapták, és a magyar kormányt is. Valószínűsítem, hogy ezért nem mernek lépni, mert szégyelik, hogy még őket is becsapták. Hát elég volt, most már fel vannak világosítva róla, és követeljük, hogy a magyar nép érdekében cselekedjen a magyar kormány. És akkor most? Nézzétek meg, az OTP bankon még mindig kín vannak a gyalászkoló papírok, amivel megmutattam, hogy ez egy mocskos bank, kint van ez a Rapid is, és kint van az SHB is. Valószínűleg, amik itt vagyunk, de azért nem lehetne kijönni, leszedni. Hát hagyjuk őket, hagyj tették le, hadd dolgozzanak. Az a kérésem a sofőrök, üljenek be az autóinkba, és amikor mindenki bent van, akkor elindulunk az utolsó szalát a Margit híd felé.